Hamis Liza Minnelli koncertjegyek kerültek forgalomba. Az énekesnő február 12-én lép fel hazánkban, ám még nem kezdődött meg a jegyárusítás, közölte a Sportaréna szóvivője. A 25 ezer forintért árusított érvénytelen jegyen az énekesnő portréja látható, ám nincs rajta fémjel, és az egyéb biztonsági előírásoknak sem felel meg. Megoldott a probléma, mert akik vettek ki a Hamis Liza Minnelli jegyet, szegények 25 ezer forint, azt bármikor becsehetik két ganszendózisszal. Hallottam már olyat, hogy hamisított ebédjegy, hamisított kárpótlási jegy, hamisított vonatjegy. Okmánybélyeg. Csak én most csak jegyeknél vagyok. Vonatjegy, villamosjegy. Elkezdtem keresni, hogy milyen jegy van Magyarországon, amit még nem hamisítottak, és egyetlen egyet találtam, az anyajegy. Nem tudok veled egyet érteni, mert ezt ide szokták rajzolni kis fekete ceruzával, igaz? Az sem. Jó. Emlékszel, Erika, amikor a te egyetemi előadásaidra hamisítottál jegyeket? Én ja. Be... Hát ez ilyen. Komolyan. Ilyet nem ismertem volna. Ez csak azért, mert hogy valami előadás van, aztán nincs, meg nem, csak úgy eszembe jutott, hogy ezt tudjátok, hogy megjelent egy bemutatóról egy kritika, amit nem is tartottak meg. Napon. Ne viccel! De nagyon jó kritika. De ezt mesélj, mi? Igen, mi? A Víg Színházban. Mi volt? A Hegedűs Gézának volt ebben, D. Gézának volt bemutatója, ami nem lett megtartva, de a kritika már értesült róla, hogy de nagyon nagy siker. Melyik újság? Azt hiszem, egy vasárnapi, igen. De ez még a 70-es években volt, arra most? Nem, ez múlt héten volt. Ez kettő héten volt Pesten. Sokkal a történelem ismét jön magát. Igen. Pár évvel ezelőtt Gréci Zsolt írt egy nagyon komoly cikket a tévéműsoromról, valami olyasmit írt, hogy megint önmagamat ismétlem, stb. Az volt a baj, hogy elmaradt a műsor, igen, az nagyon ciki volt. Meg volt büntetve arra, hogy elsötétült a képernyő 15 perc, és ugyanúgy nézték az emberek. Tehát tök mindegy, hogy mozog benne valami, vagy sötét. Megszokták. Ráadásul akkor tükröződik is, és igen. Tulajdonképpen még... Sérót be lehet lőni rá. Anya, ott vagyunk benne. Ez olyan rossz állapotban került a Pali, hogy mereven nézte órákig a Minden Tudás Egyetemét. Hamis jegyekkel te már belogtál koncertre, vagy valahova? Nekem nem kellett, mindenhol meghívnak. 20 éves voltál. Jó, hát persze, hogy belogtam, Teddy. Te belogtál már így hamis jegyel? Én nem járok koncertre. Nem, de most... bármikor gyerekkorodban... Hamis jegyel? Mondd neki, hogy belógtál. Belógtál. Na! Mondj el, hogy mit akar belőle kihozni. Egyszer egy Pali fényképezett, és belógtam, és így menjek. Nem, hát gondolom, akkor izgulsz, nem egy kicsit, hát... Mondd, hogy izgulsz. Izgulok egy kicsit. Hát annyira lassú vagy, reggel van. Majd én fordítom. Izgul. Na. Nem, de olyan volt már, hogy utaztál 2000 kilométert, hogy egy hamis jeggyel bemenjél valahova? Mondd, olyan nem volt még. Olyan nem volt még. De veled már volt. Veled már, ezt nem kell mondani. Nem, én szerintem az abszolút hülyeség kategóriájában én tartom a rekordot. Ugyanis ezt 8... mi nem fordítod? Mert baromi hosszú volt a bevezető. Azt mondja, hülye. Nem, egy 88-ban fiammal kiutaztunk Moszkvába. Kérdezd meg, hol van? Hol van a fiad? Moszkva, hol van? Moszkva! Hallottam már olyat, hogy a fiát betakarta a hó? Olyan nincs. Moszkvát takarta. Azt mondta, havasul, távol Moszkvától van a fiad. Na, tessék! Nem volt jegyünk. Moszkvában? Még... Az a három nővér. Maradj drágán! Majd szólok, ha neked kell. Pink Floyd koncert volt. Moszkvában. Igen. Világos. Az orosz együttes. 1980? 88. 88-ban. Akkor ezért elgyalogoltál, vettél több ezer forinti jegyet, utaztál 2500 kilométert, kimentél, hogy hát, ha beengednek. Azért ez rizikós, ugye? Hát, hogy? Azért volt rizikós, mert volt két Athénba szóló Ród igazolványunk. Cyril betűkkel. Azért fordítsál néha, mert nem értem. Ród, az ilyen zenészeknek segít pakolni, ja, az a Ród. Athénba. Mi? Athénba. Az egész koncepció... Görög zenészek voltak ezek.
Az egész koncepció azon alapult, a fiam okos apja találta ki, hogy ezzel biztos beengednek minket. Az ki, kérdezzél már hülyeségeket! Az apa soha nem biztos. Az biztos, az biztos. Na, az egész koncepció az alapult, hogy úgyis beengednek, mert nem tudják elolvasni. Meg görögül volt rajta. Nem, ott csaptam a homlokomra, hogy én állat. Hát mert civil betűkkel volt rajta, gondoltam én magyarul, hogy nem tudják elolvasni, hát valahol el tudják olvasni Moszkvába. De nem, ez... a görög betű meg a cirill betű azért nem egészen ugye? Nem egészen, tehát. Nagyobb esélye van azért, hogy Moszkvába elolvassák a görög betűt. Hogy az Isten? Hát... Görög katolikus volt a beengedő. A rögtön tudta, hogy mi van. De mondd a végül. De végül hogy engedtek? Elhitték. Ja. Na, de annak egy kis esélye volt, nem? Kicsi, nem is próbálkoztam volna vele. Ezért van nekem két lányom.